Mintegy 70-en kapták meg a Szentlélek ajándékát a felső templomban. A bérmálkozók és választott bérmaszülőjük az első sorokat foglalták el a felső templomban, ami a szertartásra megtelt szülőkkel, rokonokkal és ismerősökkel. Varga László a Kaposvári Egyházmegye püspöke szentbeszédében arra világított rá, mi az, ami megsebzi az emberi szívet. Minden szeretett kapcsolatot, legyen az házastársi, baráti, szülő és gyermek, testvéri kapcsolat, minden ilyen kapcsolatot a kicsinyítőség és a bizalmatlanság sehoz legjobban. Addig él, bontakodik, és növekszik egy kapcsolat, egy szeretett kapcsolat, amíg a bizalom, a hit érteti. Ha elkezdünk gyarkodni, bizalmatlanná válni, kicsinyítővé válni, megsebződik minden szeretett kapcsolat.